Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, egy hétvégi szerelmi jóslás. Péntek, szombat, vasárnap. Mi történik a hétvégén? Ezt mutatják a kártyák. Freitag, ez péntek. Tehát itt a képek mutatják azt, hogy mi történik pénteken. Itt látható ez a kehely. Ez utal vagy a te érzelmeidre, vagy az ő érzelmeire. Ez áll a középpontban. Itt lesznek változások, de mégis megjelenik itt a háttérben a felhő, ami azt jelenti, hogy valami átláthatatlannak tűnik, hiszen nem tudod hogyan tovább, vagy azt is jelentheti, hogy ő nem mutatja ki nyíltan az érzelmeit. És ha te egy hölgy vagy, akkor itt megjelensz, mint egy királynő. Tartsd meg a büszkeségedet. Itt látható a levegő eleme, és az jelent döntéseket, utal a kommunikációra is. Tehát számodra fontos, hogy beszéljetek egymással, hogy átláss a dolgokon. Erre megvan ugyan a lehetőség, de kezdetben még olyan nehéz minden, hiszen ő nagyon sok mindent cipel itt, valami, ami bántja őt, ami nyomasztja őt. Mivel itt ez az érem látható, ez lehet az anyagi helyzete vagy a munkahelye is, hogy sokat kell dolgoznia, fáradt, kimerült, lehet, hogy beszámol ezekről a nehézségekről, és akkor te ott lehetsz mellette, segítesz fontos döntéseknél. Samstag, tehát szombat. Itt látható, hogy cselekedni fog, és kimutatja az érzelmeit, hiszen megjelenik itt ez a kehely, és utal az érzelmekre. Meg lesz a belső nyugalom, a belső harmónia, egy találkozás, közeledés. Ez a kártya szerencsét hoz, ami a szerelmet illeti, ami kettőtöket illet. Szonták, tehát vasárnap. Itt láthatóak a képek. Itt az érem újra jelenti az anyagi dolgokat, vagy a munkáját. Ő úgy érzi, hogy igazságtalanságok érik a munkahelyén. Ezek a problémák, amit pénteken látható volt, újra megjelenik itt. Lehet, hogy vasárnap gondol a hétfői napra, hogy újra munkába kell mennie, és nincs kedve ehhez. Itt is látható, hogy valami olyan átláthatatlannak tűnik, hiszen érzi azt, hogy fel kell lépnie, óvnia magát a kihívások és az igazságtalanságok ellen, de még nem tudja hogyan, hogy közölje ezt, hogy ő elégedetlen a munkahelyén. Ami kettőtöket illet, tehát az érzelmeket, az megjelenik itt ennél a kehelynél, itt megvan nála ez a magabiztos fellépés, ez a büszke királyi fellépés, és nyitott arra, hogy érzelmekről beszéljen. Lehet, hogy hálás azért, amiért meghallgattad őt, hogy mennyire bántják a munkahelyen, mennyi igazságtalanság történik ezen a területen. És ez volt a hétvégi jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderá!